Jó, van egy elvényünk. Yeah. Egész jól tartunk eddig. Zsírfekának van a legalacsonyabb szintű, hogy őt kéne gyúrni a közeljövőben azért. Hát most a hajrá. És akkor terem. Terem. Hova terem a következő terem? Hát igyekszünk tovább. Jó. A Sensu-t azt mondták, hogy majd kapjunk el, ha tudunk, hanem akkor nem. De gondolom lesz majd lehetősége. Hát csak akkor tudjuk elkapni, ha tudunk. Persze. Hát nyilván, ahogy nem tudunk, akkor nem. Fasza. El kell akarjuk kezdeni gyúrni zsírfekát, és repülő pokémonok jönnek. Tök jó. Elsőben. Imádjuk az ilyet. Megveszek értük. Mindjárnak annyi. Na, erre meg tuti nem fogom kiívni, mert nem vagy dupla típus előnye van a Natunak. Mi a Natu az? Repülő pszichó? Aha. Na, hogy vágom, gyerekek? Hát ezt így kell csinálni. Hát, már tudod a típus chartot, hogy Mimi ellen jó. Azt azért nem. Odáig nem jutottam el. LOL. Így át tud változni a... Az időjárástól függően, igen. Aha, de jó. De azt mondtad, nem fogod használni. Hát én nem fogom használni. De amúgy nem rossz Pokémon, vagy csak... Hát középkategóriás Pokémon, én nem nagyon használnám. Érdekesnek érdekes az vitathatatlan, mondjuk. A zsírfekának már megint paralízise van, tök jó. Hát mert nagy darab kövér ember, persze, hogy mindig... Wow! Dupla poké halál, az szép, Piki. Hát így se csesztek még meg. Már vissza kell táncolni, bazd meg. Azt hiszem. Kéne nézni több filmet, hogy több izét tudjunk mondani. Referenciát. Talán még lesz majd egy Team Battle, szerintem. Mehetek vissza hílálni. Egyszer hívom ki zsírfekáját, hogy gyúrjon. És így megbasznak minket. Hát nem gyúrni akar, hanem hízni. Nem tök mindegy. Ja, nézi a Rare Candy-t és nem elti meg. Tényleg a Rare Candy az inkább hízla, vagy gyúr téged? Hát az ad egy levelet. De cukorka is. Tehát sok benne a cukor, ami hízla. Ott nem fog többet nyomni a játékban a Pokémonod. Pedig az spoiler lenne, hogyha én megcsinálnám. És tudod, így kövéredik a sprite-ja. Igen. Ők azzal lehetne gyalázni azokat, akik tudod, így szaporítják a Rare Candy-t, és azzal gyúrják föl a Pokémonod. Igen, a cserében nagyon fosul fog kinézni a Pokémonod, hogyha sokat Rare Candy-zel. De valami bug vagy glitch itt is van, nem, hogy ilyen item multipláló, nem? Hát az szinte minden játékban van, szerintem. Mert mi nem használjuk, mert mi jó emberek vagyunk. Hát jó. True arcok. Zsírfak egy kicsit erősödött. Miki, mostanában nagyon sok Pokémon szereztél az X-ben, mesélj ezekről a nézőknek. Hát igen, hát a időközben ugye, mint tudjátok, volt egy tök ütőképes csapatom az X-ben. Mégis vittem azóta, már én vagyok a regionális bajnok. És hát most amivel foglalatoskodom az, hogy amennyi vad Pokémont be lehet szerezni a játékban, azokat mind beszerzem, és maximálisan kifejlesztem őket, hogy megnézem, mennyit tudok megcsinálni a Pokédexből. Hát most mit részletesen meséljek róla. Ugye volt egy kis trade-em, kaptam egy Bulbasaur tojást. Kivel végül, kivel sikerült? Hát a Miki barátoddal, majd a másik. Ja, már a Mikával. Igen. Na, akkor összejött. Aha. Én nem tudtam én neki Skirtle tojást adni, de azóta fogtam el egy Ditót, úgyhogy majd valamikor csinálok neki egyet. Jó van. Hol van kell a kát? És azóta megcsináltam a... Amit mondtam nektek, hogy meg fogom csinálni a... Hirtelen akartam mondani. Na. Ja, Tyront. Ja, Tyron. Y-ban. Igen, Facebookon ugye, aki követi az oldalunkat, azt tudhatja, hogy volt egy ilyen kérés Mikinek, hogy válaszoljunk neki startert. Igen, időközben megvettem az Y-t is, és akkor csináltam egy ilyen, hát nem poén karakter, mert nem faszán poénra, csak nem akartam mindig a TikTokot csinálni, hogy egy kicsit olyan legyen, mint hogy tényleg két külön személy lenne a két játéknak a főhőse, és akkor egy fekete karaktert csináltam meg Tyron névvel, és külön örültem neki, hogy amikor a Nintendo, ugye a játék elején meg kell adni egy becenevet, hogy szólítsanak a barátaid,
akkor meg tudtam adni egy rasszista kifejezést úgy, hogy a Nintendo nem mondta, hogy ezt nem adhatom meg, és hogy adjak meg másikat. Van egy olyan kifejezés, az, hogy úgy szól, hogy Spear Checker, ugye dárdadobáló, ugye azt az afrikai őslakosokra néző, ugye szokták mondani a feketékre, és azt engedte a játék valamiért. És azóta mindenki úgy hívja játékban, hogy Spear Checker. Köszönjük, hogy ezt megmutattad velünk. Igen, 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 erre különösen büszke vagyok. És halálságyomon vissza kell gondolni arra, hogy mire vagyok a legbüszkébb, az, hogy átvertem a Nintendo-t, és tudtam benne... Legyőzted a gonosz multicéget. Igen. És a event pokémonokkal hogy állsz? Hát ugye egy event pokémon van, amit így rohadt könnyű volt beszerezni. A... Fú, nem emlékszem most a nevére, szerencsétlennek. Az a tök pokémon, amit a Halloween alkalmából ugye le lehet tölteni az interneten keresztül. És ezt csak úgy lehet megszerezni? Nem, a játékban is elérhető, csak úgy van, hogy négyféle méretben van. Van a kicsi, a közepes, a nagy, meg az ultra nagy. Uh-huh. És minél nagyobb tökről van szó, hogy annál ritkább, és a legnagyobbat lehetett így megkapni. Úgyhogy... Viszonylag ritka, de amúgy a játékban megszerezhető Pokémont lehetett vele beszerezni 50-es szinten, egy ilyen teljesen egyedi movesettel, és akkor az sikerült, de ugye még Magyarországon még nem jöttek be ezek a Shiny Gengar kódok, úgyhogy azt még nem sikerült. Elvileg a jövő hét folyamán már az is lesz. Megjegyzem, aki nem tudja, hogy néz ki a Shiny Gengar, ezt keressen rá, mert tényleg rohadt jól néz ki. Alá tudom támasztani. Betalált minket mindig ilyen görény. Nem lehet egyszerűen csak fürugni a francba, vagy valami? Nem, hát nem lehetek ilyen hatalmas. Szerintem nagyjából ez, nem? Ja. Majd ezért azt hozzuk el, majd mondom a csokit, mert ott volt egy katos rész. És kíváncsi vagyok, hogy ott mi van. Jól van. Egyelőre nézzünk körbe, hogy itt mit találunk és hova jutunk. Gondolom te tudod, csak én nem. Én konkrétan egyszer vittem végig az egyik amerikációs játékot, vagy a Zafirt, vagy az Emeraldot, szinte semmire sem emlékszem. Szóval ezt mindig szoktuk mondani, hogy nem nagyon készülünk fel a végigjátszásokra, hát itt most úgy kell érteni, hogy én konkrétan úgy vártam neki, hogy nem is emlékszem ennek a játéknak a nagy részére, úgyhogy pontosan annyira el vagyok veszve, mint te, az hát majdnem. Hát azért az durva lenne, hogy ha te annyira lenni elveszve, mint én, az... Ami akkor, viszont akkor vicces, aggódni. Hogy annak ellenére, hogy sosem állt hozzám közel a harmadik generációs cucc, ugye a Hoenn régió, meg minden. Igen. Az Omega Rubit és az Alpha Zafirt is előrendeltettem limitáltban, úgyhogy... Hát figyelj, valamikor meg kell őket szeretni, na. Persze. Na, akkor menjünk vissza Csokiért, én azt mondom. Nézzük meg azt a részt, azt utána menjünk lefelé. Az ismeretlenbe. Nem tudom, hogyha azt mondanám neked, Miki, hogy én ki szeretném próbálni a Pokémont, akkor melyiket ajánlanál kezdésnek? Hát ez egy nehéz kérdés. Én, amit mondanék neked, hogy érdemes elkezdeni vagy a Heart Gold-dal, vagy a Soul Silver-rel. Ugyanis ott még azt lehet mondani, hogy amivel még nagyjából tisztában vannak az emberek a rajzfilmek, hogy az első két generáció, hogy az azt fedezi, viszont már van benne egy csomó tök jó újítás, meg szerintem amúgy is jól sikerültek azok a remékek. De most sokan az ötödik generációs játékokat mondják. Bár lehet, hogy ezt olyan szempontból mondják, hogy ha újra azt szeretnéd átélni, hogy a felfedezés élménye, uh-huh. akkor mindenképpen az ötödik generációs játékok a White vagy a Black, mert ott úgy van, hogy ameddig végig nem viszed a játékot, ugye nem csináld meg a story módot, addig csak és kizárólag ötödik generációs Pokémonok vannak a játékban. Aha. Szóval nincs olyan, hogy mondjuk a Pokémonoknak a fele az ilyen előző generációkból van összeszedve, hanem csak újdonságokat látsz. De hogyha abszolút még semmi újdonság, szóval minden újdonság neked, akkor azt mondanám, hogy a Heart Gold meg a Soul Silver. Jó. Fenn van. Fenn fölmész és jobbra. És le. És ott van. Csoki Just Cut. Ott csak. Ez a háromszor van itt csak. Buzi Berik, hát. Jó, nem tudtam, bocsánat, nem tudtam. Nem az én hibám. Mert persze, de ez nem a te hibám. Én csak jót akartam. Látszik. Miért csak ilyen foskalap fokéjonok jönnek, Odin is meg izé.
Mi bajod Odissal? Most már nekem is van bajom Odissal, de neked mi a bajod? Azt, hogy valami változatosság kéne. Gyerekek, sokan azt mondják, hogy sok nekik az a 700, nem tudom mennyi Pokémon, ami most van, de én kevés. Én szerintem kevés, mert mindig ugyanazokat látom. Jó, mert ebben a részben nem volt még annyi Pokémon, de akkor is. Tehát több ritkaságot kéne látnunk. Hát, hogyha viszont azt szeretnéd, hogy egy játékban rohadt sok belepakolt Pokémon, akkor a egyetemen az X meg az Y-nal jársz jól. Ott magában a story módban, ugye az ottan a nemzeti Pokédexben van vagy 450 Pokémon. Szép. Ez a legnagyobb, ami eddig valaha volt. Olyan nincs olyan rész, amiben minden benne van? Szerintem nem is akarnak olyat csinálni, mert akkor nem lehet előző generációkból remékeket eladni, meg stb. Stb. Rohagy ez igazából üzleti megfontolás, üzleti taktikák. Ami szemétség. És az a baj, hogy... nem szólt semmit egy percen keresztül, akarsz harcolni. Ja. Nem volt valami... nem tudom. Szóval az a szemétség ebben, hogy... tudják, hogy úgyis meg fogják venni valószínűleg mind a kettő verziót, már a hardcore rajongók meg fogják venni mind a kettő verziót, és ezzel a idézőes hardcore rajongók azok egy nagyon szemét taktikát támogatnak vele anyagilag, és ebben már sajnos a 6. generációban már én is beletartozom, mert az X-et meg az Y-t is megvettem, meg ugye most készülök megvenni az Omega Rubit meg az Alpha Zafirt is, úgyhogy ebben én is ludas vagyok most már. De... bizony nem tudsz átmenni? Hát nálam van csoki, mert ugye megkettőzik a helyet. Fuck! Ugye? A HM-eket kurvár utánom úgy Pokémonban, hogy állandóan, hogy a legtöbb HM amúgy harcban nagyon rossz. A Surf például egy nagyon jó kivétel, de a legtöbb az tech használhatatlan harcban. Viszont kellenek olyanok a csapatban, akik az ilyen HM move-okat tudják, mert nem jutsz tovább, szóval hogy... a szemetül van ez megcsinálva. Nincsen tökéletes játék. Pokémonnak is vannak hibái. Hát... nem is kevés. És ezt úgy mondom, hogy én szeretem a sorozatot amúgy. Ez olyan, mint a mi vagyunk a Saints Row, vagy elismerjük, hogy nem egy igényes, nem egy nagy etvasz játék, tele van buggal, hibával, de jó. De szeretjük játszani. Az a baj, még ezek a szándékos hibákkal is jobb, mint a videójátékiparnak a legnagyobb része. Hát igen. Sokkal inkább vennék meg két verzióját egy Pokémonnak, mint egy verzióját egy Call of Duty-nak, szóval, hogy... mondjuk, ami most nem tetszik a Saints Row, az a DLC mánia, hogy mindenből DLC. Annyi DLC van már hozzá, mint a Super Street Fighter, ez felháborító. A Voilatron egy kicsit elpofátlankodott szerintem. Hát ez idővel minden sorozattal előfordul sajnos. Rájönnek, hogy szabad. Senki nem szól érte. Senki nem szól ránk. Ennek is gyúrnia kell. Sok sikert neki. Szent Slash. Jean nem kell félteni. Kemény csaj az. Na. Na. Tököm. Na. Így. Ne kapkodj, ráérünk. Nincs lótúró se. Ennyi. Egyre nincs. Mint tovább. Vagy csak állandóan csak kicseszik velünk. Nem igaz, ez nem az ő hibája. Ez a Nintendo hibája. Te mondtad előbb. Nem tudom, hogy belepusztulnának abba, hogy nem egyszer egy olyan generációt csak egyet adnak ki. És abban benne van minden. De hogy nem az, hogy az összes minden, hanem csak abból a generációból. Nincs csak olyan, hogy verziós exkluzívok, mert az a legnagyobb szemétség, ami az egész sorozatban, a verziós exkluzívok. Az X és Y között például mi a különbség? Hát az egyik különbség az, hogy Charizardnak meg Mewtwo-nak milyen mega evolúciója van, mert a Pokémon X-ben a Mega Charizard X meg a Mewtwo, mega Mewtwo X van, ugye az Y-ban meg ugye ezenek az Y változata, meg ugye egy pár exkluzív Pokémon. De hogy az X-ben a Pinsir van, az Y-ban meg a Heracross például. Akkor ugye a legendások is csak a saját játékokban vannak benne, akik ugye a Boliton vannak. Mm. De amúgy megnéztem, viszonylag kevés köztük a különbség. Szóval tényleg úgy, hogy ilyen 450
valamennyi a teljes Pokédex, és úgy valami 8-10 exkluzívan játékonként, úgyhogy itt azért valamennyire visszafogták magukat magukhoz képest. Közben látunk egy új tréner típust, a Hexmaniac. Ja, azok tele van velük az izé, a Pokémon X is egy bizonyos környéken. Tehát ezeket mészenem fel, sose fogom őket használni, legalábbis legtöbbet. Hülye szépségversenyekhez, meg ilyesmikhez kellenek. Legtöbb. Mighty-na. Ó, most szarban vagyok. Wow. Azt nem észároltad azt a Pokémont. Ezt kinyírtam. De most már kicsit kezd változatosabb lenni a játék a Kecleonok miatt. A, most ez új tréner típus. Hát ja. Akkor melyik lesz a következő város vajon? Mert még izé lesznek más dolgok is. Tényleg. Na akarunk visszamenni? Gyógyítani meg Marinert elhozni? Ja nem, itt a... Várj, itt le kell júzni, kell használni a kátot tényleg. Hú, jó, nem jöttünk vissza. Jó, nem van beterem. Csak bunkit tudunk csinálni. Minek? Van. Zink. Cinket találtunk. Ez a Poké Múzeum? Vagy mi ez? Terem? Nem, Safari Zone.